Amikor kinyílik az ajtó, abban a pillanatban oda a felhúzódott részből csak becsapódik, megjön, de olyan bűzzel, meg olyan vergődéssel van, hogy maga, amikor a mennyezetről pattog is, már adja azt a kellemetlen büdös illatot. A bogarak a hűvösebb idő beköszöntével melegebb helyre próbálnak húzódni, hogy átvészeljék a telet. Azonban nem csak a mezei poloska, hanem a vándorporoska és a márványos poloska is egyre jobban elterjedt az országban. Érdekes, hogy még a nagyobb városok központjában a lakótömbök emeleten lévő lakásaiba is könnyedén bejutnak a teljesen ártalmatlan, de meglehetősen zavaró bogarak. De vajon mi a legidegesítőbb a poloskákban? Nagyon nagy zajjal csapkolva meg borzalmas bűzt árasztanak, mikor a lakásba bejönnek. Maga az, hogy ő menekülne, én meg vadászok rá. Egész. Még el nem csípem. És az bizony sokszor kellemetlen időtöltés az éjszakába. Mert itt hiába volna szúnyogháló, akinek szúnyoghálós ablakja van, az se tud védekezni, mert mellette olyan szépen bekúsznak. Itt is a zárt ajtó mögött is, vagy nem veszem észre is a ruhámon hozom, vagy a hátamon hozom, mert annyira kis pici vékony lába van, hogy megtapad az ember ruházatá haján, úgyhogy észre se veszi, mikor becipeli. A nő hozzátette, hogy ezzel sajnos együtt kell élni. Ő felszerelkezett mindenféle rovarirtószerrel, és arra pedig különösen figyel, hogy az erkélyen ne legyen semmilyen kivilágítás, mert az különösen vonzza a poloskákat. Az utca emberét is megkérdeztük a téma kapcsán. Még most olyan nagyon sokkal nem találkoztam, de azért már bebejönnek. Megfogom és kidobom őket. Rebdes dúgott a fejem fölött, hogyha úgy adódik. Ez meg büdös, hogyha az ember véletlenül elnyomja. Be van húzva a szúnyogháló, de akkor is bemásznak, meg bejönnek. Egy férfi elég drasztikus módot választ. A váratlan vendégek, vagyis a poloskák eltávolítására. Szerinte ez a leghatásosabb módszer. Engem nem zavar, hanem a feleségem az nagyon ijed, és azt nem szereti még látni se, nem hogy még megfogni. Én meg fogtam, szoktam fogni, azt kidobom a vizébe, vécikagylóba, hagyj mennyi, hagy ússzon. Ez mindenféle rést megkeres, meg ha ugye szellőztetni kell az ablakot, nyitva kihagyni, akkor magamba is jön. Egy hölgy szerint igaz, hogy kellemetlen a poloskák jelenléte a lakásokban, de ennek ellenére ő gondol arra, hogy mégiscsak egy élőlényről van szó. Zajosan száldogál ide-oda, és ha meg lecsapjuk, akkor büdös, úgyhogy ki szoktuk menteni azért, és kitesszük őket a szabadba. Nem próbáltam semmi különleges módszert, hát azon kívül, hogy szúnyogháló van az ablakokon, meg hát próbáljuk nem nyitva tartani az ajtót, úgyhogy bejöjjenek. Ennyi az összes. A kiteregetett ruhát ki kell rázogatni, hogy ne legyen benne poloska. Egyes információk szerint a poloskák kedvelnek bizonyos színeket. A sárga, a zöld, a szürke és a barna színű tárgyakhoz vonzódnak. Tehát aki minimálisra akarja csökkenteni az esélyt arra, hogy összefusson egy poloskával, az a ruházatában, vagy például a függönyszín megválasztásánál kerülje el ezeket a színeket.